347 forint, kedd délután ennyiért lehetett tankolni a legtöbb nyíregyházi benzinkúton. Legutóbb múlt hét pénteken bruttó 9 forinttal nőtt a 95-ös benzinára, szerdán azonban újabb 6 forintos emelés lesz. A benzinárának a legnagyobb része jövedéki adó, ez 120 forint literenként. Ezentúl áfát is kell fizetni a termék után, valamint magát a termelői árat, amit nagyban befolyásol a forint-dollár árfolyam is. Ezekhez jön még a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi ár is, valamint a kőolajkészletező szövetség 1%-os díja. Van olyan autós, aki figyeli az árakat és még az emelkedés előtt tankol, de nem mindenki foglalkozik a pár forintos változásokkal. Abszolút nem szoktam foglalkozni vele, hogy mennyibe kerül, így is úgy is el kell jutnom A pontból B-be, teljesen mindegy, hogy mennyi. Meg egy teli tanknál az ilyenkor 200-300 forintot jelent, nem foglalkozom vele. Inkább egyszerre tankolok, amikor olcsóbb, és ez vezérel, és akkor egy tanknál azért már többet tudok rajta fogni. Tehát nem tankolok, hogy 5-pár ezer forintért, hanem inkább teletankol, és akkor... A benzinár a Brent típusú kőolajár emelkedésnek köszönhető, aminek jelenleg 50 dollár fölött van a hordónkénti ára. A 95-ös üzemanyagár még 2012 áprilisában érte el csúcsát, ilyenkor jóval 400 forint fölött volt. A rekordára 451 forintnál állt meg. A mostani emelkedés fő oka az, hogy keresleti és kínálati oldalról is érkeztek olyan hírek, amelyek pozitív irányba lendítették a kőolajárát, közölte a szakember. Keresleti oldalról ki kell emelni az Egyesült Államok, India, illetve Kína viszonylag masszív olajkeresletét. Kínálati oldalról pedig több egyszeri esemény is szerepet játszott, például a kanadai erdőtüzek, amelyek ideiglenesen megakadályozták Kanada Alberta tartományának olajtermelését, de ide tartozik például Nigéria is, ahol különböző fegyveres események zajlottak. Ennek hatására egy 1,5-2 millió hordós napi olajkínálat tűnt el a piacról. Az autósok a kis- és nagykereskedelmi árések miatt néhány esetben akár 15-20 forintos eltéréseket is tapasztalhatnak a különböző töltőállomásoknál.